Hát szavaztok, kedves emberek, hát akkor újra kezdem, hiszen az előbb, ahol megálltam, ott azért, ahogy az Murphy szokta csinálni, ugye ma sem dolgozik, és hát nyilván akkor kellett megállni a két gyökérnek ott abszolút dohányozni, ahol én megálltam, mint amikor elkezdtem a felvételt. De erről most ennyit, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy tesztelek-e mindennek, amit láthatjátok, autóban ülök. Nincs bekapcsolva a biztonsági övé, de ez csak annak köszönhető, hogy egyrészt áll a motor, áll az autó, másrészt pedig megpróbálom majd gyorsan körbejárni ezt a nagyszerű kis Hyundai i20-ast. És akkor itt a Hyundai i20-szal kapcsolatban egyetlen egy fontos rögtön az elején, hogy jelen pillanatban a tesztelés az fordítva a lovon, ugyanis az i20N típusút azt hamarabb sikerült kipróbálnom, mint ezt az alap i20-ast. Egyébként hát az i20-erről már olvashatottok a tesztelekemindennek.hu oldalon, és az i20, sima i20-ról is lesz majd hamarosan bővebb szösszenet. Láthatjátok, itt hátul egy kicsit ilyen furcsán működik. Hát ez annak köszönhető, hogy a kalaptartót elfelejtettem rendesen visszazárni, miután telepakoltam a csomagtartót, most már nincsen tele. Na de nem is ez a lényeg, hanem az i20, kezdjük el gyorsan, rögtön az elején azzal kezdjük, hogy egyrészt megfordítjuk a kamerát, másrészt egy picit megpróbáljuk lejjebb húzni a kamerát, harmadrészt pedig adunk rá gyújtást. Igen, így köszön be ez a kis szépség, látható kis digitális műszerfal, az, hogy sípol, az annak köszönhető, ugye, hogy nincsen bekapcsolva a biztonsági öv, ezt egyébként ott, ahogy kell, jelzés és figyelmeztet. Műszerfalról tényleg nem kell, szerintem nem kell beszélni róla, nézzétek meg, minden lehet rajta látni. Látszik az, hogy jelen pillanatban 4,7-es fogyasztás sikerült abszolválnom 44,8 kilométeren, ebben volt M0-ás, illetve országút, és hát természetesen Gödöllő, azaz város is. Középre kapott egy másik kis kijelzőt, ami nem is annyira pici egyébként, és amit láthatjátok, sok minden információt lehet róla ugye olvasni, tök egyszerű a beállítások, tök egyszerű az, hogy mit akarsz csinálni, mi az, amit ki akarsz választani, ugye akár a rádió, akár hogyha mondjuk tovább mész, akkor média, vannak itt ilyenek, hogy csak ennyi látszik belőle, tehát csak az időt mutatja, ugye ennyi, és természetesen a beállításokat is, még egyszer igen, tehát természetesen a beállításokat is meg tudod adni itt. Wifi, jármű, kijelző, hang, minden az ég a világon alatta, ahogy szoktuk, van egy klíma, nagyon egyszerűen, és lejjebb pedig van, amint láthatjátok, USB-s töltési lehetőség, ugye ők itt vannak, 2 USB, és amint láthatjátok, be van dugva, ő pedig nem más, mint ugye a Garrettnek a kis menetrögzítő kamerája, amit folyamatosan használok, hiszen egy csomó gyökérrel kell együtt utaznunk, aztán ha valaki nagyon gyökér, akkor mehet a feljelentés, bár mondjuk én nem vagyok ilyen feljelentgetős. Sebességváltó, manuális, 5 sebességes, kesztyűtartója egyébként szerintem tök jó méretű, látszik, hogy ott van bent ugye a Garrettnek a kis kábele most beledugva, és az is látszik, hogy elfér még mellette, ugye a, hirtelen akartam mondani, ja, az ilyen leírása, na, szóval a szervizkönyv, meg leírása, meg ilyesmilyen. Nézzük meg azt, hogy egyébként a légbeömlő mellett jön itt végig egy ilyen kis, hát nem is tudom, nem is egy, hanem több ilyen kis csík, ez az egész hát így végigkíséri, és egészen átjön ide ugye a másik oldalra. Ez egy tök jó dizájn, nekem nagyon tetszik, és ilyen jó kis hangulatot kölcsön az az autónak, és ugyanezek a kis csíkok megtalálhatóak ugye a kilincs mellett, az ajtó kilincs mellett is, természetesen mindkét oldalon. Na, akkor erről egy röviden ennyit így belülről, szerintem most jött el az ideje annak, hogy ki is szálljon, megnézzük azt, hogy ja, egyébként borzasztó nagy a pohártartó, az, hogy borzasztó, ez hülye hangzik, de hogy tényleg tök jó nagy a pohártartója, akár nem csak egy ilyen kis fél literes, hanem nagyobb vizek is, vagy nagyobb üdítők is elférnek benne. Becsukjuk az ajtót, és akkor nézzük meg azt, hogy hogyan is néz ki ez az autó. Hát oldalról így néz ki ez az autó. Szerintem egyébként ugye itt is az van, hogy az i20-as is már sokkal nagyobb, mint ami az eredeti, ugye az összes autónál, automárkánál ez most jellemző, nagyobbra nőttek a modellek, ugye az osztályok, tehát mit tudom, az A osztály az inkább B osztály inkább C osztály, tehát hogy a méretek azok nőnek folyamatosan, most ez a trendi, most ez a jellemző. Szemből egyébként szerintem nagyon jól néz ki, nekem nagyon tetszik, ugye a Hyundai-tól megszokhattuk, hogy hatalmas úgymond lukakat hagynak itt szabadon, ugye a hűtő jobban kapja a levegőt, nem annyira sűrű, úgymond most már a hűtőrács, igen, és akkor mai, ahogy hallom, az úgymond lesz, amiben be lehet majd kötni, hogy hányszor mondom azt, hogy úgymond, hiszen nektek fontos, hogy belekössetek mindenbe, vagy bármibe is. A felnéje egyébként ahhoz képest, hogy egy alap kis autó, szerintem szép lett, egyébként látványos, és amit nagyon imádok benne,
ebben az autóban is, illetve az összes Hyundai-nál most ilyen érdekes kis éleket alakítanak ki, ugye egyrészt elől is, másrészt pedig hátul is, illetve hát mondom még egyszer a hűtőmasknál is. Gyorsan hátra szaladunk, megnézzük hátulról is, hogy néz ki az autó szépen körbejárva, illetve nem teljesen körbe, nem akarok belesni a gödörbe, és amellett, hogy tükröződöm benne, azért itt is megvannak ezek az éles és érdekes élek, egyrészt itt a lámpánál, másrészt pedig ugye itt is találhatók ilyenek, ugye a hátsó. Hát mondhatjuk azt, hogy diffúzor, de azért egy ilyen kis motorral szerelt, 1-2-es motorral szerelt kis Hyundai-ról nem kell azt mondani, hogy diffúzor, hiszen ez nem úgy működik. És akkor most jön a lényeg, nézzük meg azt, hogy magam mögött mekkora hely van. Ja, oké, kis kéne ahhoz nyitni. Természetesen megpróbáljuk kinyitni. Ja, az pedig úgy van, hogy itt van középen. Nézzétek csak meg, itt van. Tehát így nyílik, remélem látszódott, ha nem, akkor meg így jártatok. Na, ekkora hely van benne hátul alapból, és akkor most jön az, hogy megfordítjuk a képet, nem azért, mert én vagyok a szép gyerek, bár lehetnék az is, de össze majdnem úgy mondtam, hogy miért, mennyire nem, de hogy nézzétek csak meg, egy I20-be ülök, és akkor most megpróbálom lejjebb húzni, bár ugye a kamera az most arra van beállítva, hogy engem kövessen, de majd mindjárt megfordítom a képet, és akkor nem engem fog követni, és nézzétek meg, tehát hogy egy I20-asba azt mondja, hogy itt van a lábtér az I20-asba. Szerintem ez több, mint mondhatnám azt is, hogy több, mint elegendő, de ez így ebben a formában nem igaz. Viszont pontosan annyit tud, és annyira elég, amennyire te szeretnél, mármint hogy érted, hogy elférjél benne hátul szépen is, és okosan. Igen, ezt már ki kéne kapcsolnom, hogy rám figyeljen, de nem is érdekes ez az egész. Az a lényeg, hogy elférek benne, és amit láthatjátok egyébként, a kiszállás sem annyira bonyolult, nem annyira veszélyes. Hú, de szépen szétégett a kép. Nézzük meg, hogy magához talál-e. Hát, nem talál magára, pedig egyébként ez a kis Osmo pocket nem erről híres, ugye, Osmóval szoktam volt fölvenni mostanában ezeket a kis felvételeket, megpróbálunk neki egy kis normális szint adni. Hát nem nagyon akar sikerülni, így hát most jön az, hogy fókuszáljunk, és már is sikerült visszaállnunk a normális szín hőmérsékletre. Na, akkor nyíljon ki ez a kis csomagtartó, amiről már beszéltem, hogy telepakoltam. A hétvégén szállítottam szüleimet, és bizony kettő nagy bőrönd ide befért, természetesen jó kellett pakolni, tehát állítva meg ilyesmi, de két nagy bőrönd simán befért, és mellé még egy-kettő kisebb kis táska is. Tehát bátran kijelenthetjük, hogy a csomagtere az ahhoz képest, hogy egy picike kis Hyundai i20-ról beszélünk, elegendő lehet a családnak, a rokonoknak, illetve annak, hogy el akarunk menni nyaralni. Röviden legyen ennyi, hiszen megint makogtam, hebegtem, habogtam, Hyundai i20, és akkor szóljatok hozzá gyorsan, még mielőtt megjelenik a teszteleke, mindenek oldalon egy szöveges beszámoló is, addig gyorsan ugassatok le, hogy jöjjt béna, vagy ma megint beszéltél mindenféle hülyeséget. Szavaztok, teszteleke mindenek, Instagram, Facebook, YouTube, és hát természetesen a honlap is. Ahoj!